Na, hellós kacok! Üdvözöllek titeket egy Commodore 64-es videóban. Ez most nem tutoriál lesz, szimplán csak próbálgatjuk, hogy mit lehet modern eszközökkel kihozni a Commodore 64-ből, persze emulátor segítségével, mivel így egyszerűbb dolgunk van, ugyanis a parancsokat bemásolni nem lenne annyira egyszerű egy valódi géppel, illetve nincsen olyan kártyám, amivel rögzíthetném azt, hogy mi jelenik meg épp azon a számítógépen. Inkább azt választom, hogy a modernebb eszközökhez nyúlunk, vagyis Vice Emulator, illetve egy sprite szerkesztő háttérben, amit nemrégiben fedeztem fel. Röviden, tömören, a 80-as években, mikor ez a gép az aranykorát élte, akkor nem voltak ezek a sprite szerkesztők, úgy kellett parancsokkal bevinni, hogy mi hogy nézzen ki, illetve hol jelenjen meg a kijelzőn, és ez különböző data statementekkel csinálták meg. Gondolva itt akár a hangoknak a bizonyos szegmenseire, tehát a tónusokra meg a hasonlókra, illetve a színekre, a vonalakra, ezek mind data statementek, majd pedig print parancsok segítségével voltak megjelenítve, de mivel nem volt ugye sprite szerkesztő addig, amíg nem írtad meg magadnak persze, addig a programozók úgy dolgoztak, hogy kinyomtattak vagy vettek egy olyan négyzetrácsos lapot, aminek a felső részében számok voltak elhelyezve, és ezekből lehetett majd kiszámítani a megrajzolt sprite-od alapján, hogy épp az adott vonalban milyen értéket kell beírnod a data statementbe. Na, nagyjából ezt én így értelmeztem az alapján, amit legutóbb láttam, viszont ezzel még nem foglalkoztam annyit, hogy tutoriál legyen belőle. Ez csak egy kis rövid történet. Oké, vágjunk bele! Először én azt próbálom ki, hogy a sprite mate-tel ez hogy lehet összehozni. Na, most annyit tudnatok kell, hogy a háttérben én már próbálgattam ezt, és elég szépen lehet vele dolgozni. Viszont amit most csinálni fogunk, az egy kicsit trükkösebb, mint hogyha összehoznánk egyetlen egy sprite-ot a kijelzőre. Tehát egyetlen egy karaktert, mondjuk ki így. És ez több színű lesz, vagyis kapásból már bekapcsolom a color módot. Ilyenkor négy szín előjön, az egyik az az átlátszó lesz. És az individuált azt most szerintem megpiszkálom annyival, illetve nem piszkálom, először a belső vonalait rajzolom meg annak, amit szeretnék. És amit én szeretnék, az egy vizilílium lesz, vagyis egy arra hasonlító tárgy. Legyen mondjuk itt vége. Akkor így. Fantázia szülemény lesz viszonylag. Valóságtól elrugaszkodó dolog. Így, és készen is van. Fill a közepébe. Aztán pedig az alsó szint, mondjuk erre módosítom. És nem beszínezem az egészet, hanem ceruzával dolgozok. Mondjuk így. Akkor így. Egy kicsit kurcsámpes, de most megteszi. Mondjuk lehet variálni rajta, hogyha ezeket kikapom innét. És igen. Nem rajzolom vissza, hanem akkor a kapásból így lesz, és fill-lel kitöltöm az egészet így. Ez így viszonylag hasonlít egy növényre, a rózsaszín miatt is már csak. Szóval megvan oldva. Na srácok, egy pillanat. Mint
tudjátok, nem nagyon szoktam tutorial videó közben mászkálni, de most ki akart menni a macska valamiért, szóval kiengedtem. Oké. Az individuál szín, ezt majd később megoldom, most egyelőre úgy hagyom, ahogy van. Igen, és csinálok egy új sprite-ot, az eddig itt pedig lássuk csak, hogy mi változik itt, hogyha piszkálom mondjuk ezt. Itt megváltozik, ott nem változik meg, ott rózsaszín lesz. De visszacserélem. Nagyon jó. Akkor itt az individuál, az ez a kék lesz. Itt pedig szépen a fekete. Nagyon jó. Ugye így lehet trükközni, hogyha körvonalakat akarunk valaminek. Mert én most akarok körvonalakat, és a C64-nek a limitáltsága miatt nem feltétlen lehetséges ezt egyetlen sprite-ban megoldani. Ugye körvonalat akarok egyrészt a növénynek, másrészt pedig, hogy úgy akarom megoldani, hogy úgy nézzen ki, mintha a víz tetején úszna. És ezt nem lehet egyetlen sprite-on belül megoldani a limitációk véget. Lássuk csak, hogy hogy néz ki, hogyha mondjuk csak így rajzolom körbe. Tűrhető, de én ezt akkor most feljebb mozgatom. Nagyjából így az egésznek a közepéig. Szerintem így meg is felel. Jó, és akkor jöjjön az a szín, amit, hát tudjátok mit? Ide még rakok egy-két feketét erre a részre. Vagy inkább rendesen belerajzolom. Így, és akkor ez viszonylag hasonlít egy virágra. Túl sok színt ugye nem tudok kezelni, szóval ezek vannak. Valamint itt szépen bekapcsolom az, hogy ez overlay legyen a következő sprite-nál. Tudjam, hogy mit hova rajzolok, ugyanis most a víznek a színét fogom elhelyezni. Ami pedig úgy lesz, hogy itt szépen elindítom lefele. És duplázok. Úgy nézzen ki, hogy azért van víz a növény alatt. Na most igazából így lesz. Bár én amondó vagyok, hogy egyet visszafogok, és akkor így. Így fog kinézni az egész. Oké. Ezzel megvagyunk, és ezt másolhatjuk is akár a C64-be, amint mentettük a fájlunkat. Na most ez úgy fog kinézni, hogyha én azt mondom, hogy basic formátumban szeretném menteni, tehát a Commodore-nak a rendszeréhez, akkor lejön egy ilyen mysprite.txt, benne a kóddal, amit nem tudom, hogy a control monitoron annyira nem lehet látni, ha jól nézem, az OBS annyira nem látja, de amint bemásolom a Commodore-nak a gépébe, virtuális gépébe, látni fogjátok, és akkor ott elmagyarázom, hogy mi a lényeg. Na most, ugye Shift-Home-mal törlöm a teljes kijelzőt, majd itt az Edit résszel bepésztelem az egész parancsot. A hiba ezen amúgy az, hogy egyrészt, ha csak így azt mondom neki, hogy futtassa le, akkor kicsi sprite-okat jelenít meg, illetve külön jeleníti meg mind a kettőt, és mint mondtam, ugye trükközünk a limitációk véget, így a növény alatt szeretném, hogy ott legyen a víz, ami jelenleg most pár méterrel odébb van, vagyis pár koordinátával jobbra helyezte el a program. Ezt lehet orvosolni. Egyrészt nagyobbnak szeretném látni. Szóval az egészet itt a width-nél meg a height-nél 3-ra módosítom. Másrészt pedig, ha jól megnézitek, akkor a sprite 0. Sprite 0-nál az X 44-es.
A Sprite 1-nél pedig az X92-es. Na most ez egyformán kell, hogy kinézzem mindkét esetben, akkor ott lesz a helyén a dolog. Már lehet, hogy nem látszott annyira, de mindjárt meglátjátok a különbséget a Commodore gépben. Hopp, ez kicsit furán lassú volt. Hard reset. Megint, hogyha végzett, akkor törlöm a kijelzőt, és az újított parancsot szépen beillesztem. Remek. Ezt ha lefuttatom, akkor pedig ott az én virágom, alatta pedig a víz. Igazából ilyen trükkökkel kell szerintem élni, bár nem foglalkoztam annyit a basic-kel, hogy ebben biztos legyek, de van egy olyan érzésem, hogy ilyen trükkökkel kell ahhoz élni, hogy mondjuk falakkal meg egyéb grafikákkal hasonló megjelenítést érjünk el, vagy csináljunk. Szóval nem olyan egyszerű ez, mint hogyha csak mondjuk Tikétiben megrajzolom, aztán az SPR parancsal megjelenítem valahol, az ugye megint egy másik programnyelv, és megint egy másik eszköz. Na, ezzel én nem fogok tutoriál formájában foglalkozni egyelőre, de hogyha ti szeretnétek szórakozni ezzel a SpriteMate nevezetű programmal, kiteszek egy linket a leírásba, jó szórakozást hozzá, remélem ti juttok valamire, illetve hogyha bármit tudtok erről a fajta programozásról és a basic nyelvről, amit én nem, nyugodtan osszátok meg velem, hát ha tanulok valamit. Így most én köszönném a figyelmet, remélem, hogy tetszett ez a kis szösszenet. Én valószínűleg el leszek még ezzel egy darabig, amíg kitrükközöm, hogy hogyan kell használni, meg mit lehet vele csinálni. Még egyelőre kísérleti stádiumban van az egész nálam, úgyhogy tényleg el leszek. Na, akkor egyelőre köszöntöm a figyelmet, srácok. Ha tetszett, tudjátok a dolgotok, majd találkozunk hamarosan. Sziasztok!